A köznevelést támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése az egyik legfőbb célkitűzése az Én Könyvtáram programnak. Ebben 90 mintaprogramot is kidolgoznak, ezek kialakításában és megvalósításában a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is jelentős részt vállal. A múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című program országos hatókörű könyvtári projektje az Én Könyvtáram címen valósul meg. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár, a 19 megyei könyvtár, az OSK könyvtári intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a könyvtár szakmai szervezetek bevonásával valósítja meg a projekt könyvtári célkitűzéseit. Ennek célja az országos könyvtári rendszer fejlesztése. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia és készségfejlesztő és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása, illetve országos 40 főből álló szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése valósul meg. A program fejlesztési irányai között megjelenik az olvasáskultúra fejlesztése és támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A program keretében lehetőség nyílik a kulturális területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések lebonyolítására is. A programunknak, az Én Könyvtáram programunknak ugye nagyon sok célja van, mégis úgy gondolom, hogy az egyik és a legalapvetőbb cél az a köznevelés támogatása. A köznevelésben tanuló diákoknak azon képességeinek a segítése, támogatása, amely az olvasásban, az olvasás fejlesztésben, a digitális kultúrában, ahogy mi könyvtárosok könyvtári eszközökkel tudunk segíteni. Ennek nagy jelentősége van, különösen a korai iskola elhagyók szempontjából, a hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából, mert igen, a könyvtár az a hely, ahova a gyerekek be tudnak jönni, és mi segíteni tudunk nekik. A témához két vendég is becsatlakozott a stúdióban. Tomaszowski Anita, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója, és Márföldi István, a digitális szakmai műhely tagja. Meglehetősen sokrétű ez a program, amiről beszélünk. Mi az, amit a Móricz Zsigmond könyvtár ebben magára tudott vállalni? A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral egy együttműködési megállapodás keretében vállalta, hogy a megyében 5 mintaprojektet majd megvalósít. Továbbá vállaltuk különböző konferenciáknak a szervezését, továbbképzéseknek a lebonyolítását, és 2 fő a megyéből a szaktanácsadói hálózatnak az aktív tagja. Így valósult meg a múltkori szeptember 24-i az Én Könyvtárom szakmai projekt is, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a könyvtár kollégái közül többen aktívan részt vesznek a projektben, és a jó gyakorlatok sorát is bővítik, és ezeket a jó gyakorlatokat gyűjtik össze, kutatásokat végeznek, és ezekről tudunk bővebb információval szolgálni a megye könyvtárosainak. Mi az az 5 mintaprojekt, amit bevállalt a könyvtár, 5-öt említett? Ezek a mintaprojektek még kidolgozás alatt vannak, illetve a szaktanácsadók feladata volt, hogy megyei szinten és országos szinten a könyvtárakban már működő jó gyakorlatokat összegyűjtsék, és ezek kerülnek majd a jövőben kidolgozásra. Tehát 4 témakör köré csoportosulnak ezek a jó gyakorlatok. Ugye a szövegértés, az olvasás népszerűsítés, olvasóvá nevelés, a könyvtár használat és információkeresés, valamint a digitális írástudás. Ez minden program elsősorban gyerekekre irányul, vagy felnőttek is részt vesznek ezeken? Elsősorban a gyerekek és a köznevelés támogató projektek, természetesen pedagógusoknak szóló programokkal, a pedagógusokkal közösen megvalósuló projektekről lesz szó. Jó gyakorlatokról tett említést. Mik ezek, csak néhányat soroljunk föl, hogy miket sikerült begyűjteni? Különböző jó gyakorlatok vannak országosan, csak lehet, hogy nem biztos, hogy beszélünk róla, de például nálunk a
könyvtárosok a népszerű programja volt az Olvasó Létra program, ez a fiatalabb általános iskolás korosztály körében az olvasást népszerűsíti, hogy minél több könyvet olvassanak el, és a lépcsőfokokat különböző tesztkérdések alapján megméretetik. Könyvfaló Márföldi István kollégánk a digitális írás tudással, tartalom létrehozással és megosztással kapcsolatban vannak nagyon jó ötletei és jó gyakorlatai, és még rengeteg számos a kamaszokat a könyvtárba bevonzó programok. Ezeknek a kidolgozása majd hamarosan elkezdődik, és a megvalósításában aktívan részt fogunk vállalni a megyében. Úgy tudom, hogy több kutatásra is alapoz ez a program. Mire irányultak ezek a kutatások? Igen, már több módszertani kutatás volt a különböző témakörben. Mérték többek között a könyvtárosok digitális kompetenciáját is, hiszen ez is egy fontos témakör, de olvasás kutatást is mértek, egy nagyobb átfogó kutatást a 3 és 18 éves korosztály témaköré korosztályt érintően. Mi az az eredménye ezeknek a kutatásoknak? Mondjam. Nekem mindegy, ki mondja. Hát részint ez olyan jellegű felmérés volt, ami rengeteg új adattal szolgált, hiszen ezt a korosztályt nem nagyon mérték még, meg általában onnantól kezdték mérni a olvasási szokásokat, hogy tudott már a gyerek is olvasni, és az a újdonság az volt, hogy megmérték azt a korosztályt is a szülőkön keresztül, akik egyébként a 3-10 éves korosztályba tartoztak, és itt nagyon érdekes eredményekre jutottak, mert hisz aztán kiderült az is ebből a felmérésből, hogy a későbbiekben azokból lesz majd a könyvtárlátogató gyerek, akinek a gyerekkorában nagyon sok mesét olvastak. És hát egy ilyen kicsit azt mondom, hogy tovább gondolt következtetés lett ebből a felmérésből, az is kiderült, hogy azok a gyerekek, akiknek gyerekkorában sok mesét olvasnak fel, azok a későbbiekbe könnyebben kerülnek be az egyetemre. Ugye ez egy messze menő következtetés ebből, de közben, de minden összefügg. Tény az, hogy ha belegondolunk, hogy maga ugye a szövegértés is egy fontos momentuma volt ennek a felmérésnek, és tényleg azt gondolom, hogy ebbe a új korba, ebbe a digitális korba rendkívül fontos az. Ugye sorokat, amikor egy weboldalra a fiatalok rátalálnak, hát az egy harmadát nem olvassák el. Ott tartunk, hogy körülbelül annak a információnak, amit ott megjelenik, annak körülbelül az egy hatod részét olvassák el, és ahhoz képest azt értelmezni, az azért még egy komolyabb feladat, és ez egy nagyon nagy kihívás. Egyébként, hogy ezek a PISA-tesztek is azt mutatják, hogy gond van ezzel a szövegértéssel. Így van, és hát ez biztos, hogy egy nagy feladat. Úgy tudom, hogy az Én Könyvtáram programnak egyik legnagyobb része az, hogy különböző ajánlásokat tesznek a köznevelési intézményeknek az olvasás készség, illetve az olvasás megszeretése érdekében. Igen, illetve hát valamiféle kapcsolat épüljön ki az iskolák és a könyvtárak között. Szervezett formában tulajdonképpen van egy könyvtárlátogatás, egy könyvtár használati óra az iskolai programban is, de utána nem nagyon találkozunk, mi ezt mondhatom, hogy elég nagy problémája annak, hogy nem működnek igazán jól együtt az iskolák és a könyvtár, és hát ebbe szerintem ez a programnak a 2017-es életre hívása is pontosan erről szólt, hogy hogyan tud bekapcsolódni az oktatásba a könyvtár. És gondolom a digitális felület az, ami a legintenzívebb lehet, hiszen hát a fiatal korosztályt ezzel lehet a leginkább behozzani. Ez igen, ez az én mániám a történetben, mert ugye arról beszélünk, vannak ilyen sztereotípek, hogy fiatalok nem járnak a könyvtárba, fiatalok azt mondják a könyvtárról, hogy az egy unalmas hely, ott csendbe kell lenni, stb. És akkor én azt mondtam, hogy fordítsuk meg ezt a kérdést, és menjenek ki a könyvtárok abba a térbe, ahol feltételezzük, hogy ott vannak a fiatalok, és abban a virtuális térbe is kezdjen el szolgáltatni a könyvtár. És ez azért érdekes, mert az elmúlt időszakban azért azt tapasztaljuk a könyvtárhasználatban is, hogy bár a
tényleges könyvtárhasználat valamilyen mértékben csökkent az elmúlt években, de a távhasználat, hogy a különböző digitális gyűjteményeket használják, az viszont sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint az az elmaradás, mint amennyivel kevesebben mentek a könyvtárba. Hát azt gondolom, hogy sokkal többet tudnánk még erről beszélgetni, de sajnos az időnk lejárt. Köszönöm szépen Márföldi Istvánnak és Tomaszowski Anitának, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönöm.